AKSD Kft. Stratégiájának része a romániai környezetvédelmi hulladékgazdálkodási piacán elért pozíció folyamatos erősítése. Ennek érdekében megalapítottuk az AKSD Románia SRL-t, valamint leányvállalatát Nordwest Projekt SRL néven, amelyek fő tevékenységeként a különböző veszélyes hulladékok komplex kezelését végzik, beleértve az előzetes vizsgálatokat, begyűjtést, szállítást és ártalmatlanítást egyaránt. A Medical Waste Management Projekt. A társaság vezetésének, illetve az egészségügyi hulladékfertőtlenítő tevékenységünk központja a Maros megyei ipari park, ahol a lakóövezetektől távol, ipari környezetben végezzük az egészségügyi hulladék ártalmatlanítását. Az ipari park a Marosvásárhelyi közforgalmú repülőtér mellett található, közvetlenül az E60-as útról közelíthető meg. Több mint 600 négyzetméter alapterületű, kétszintes csarnokban kerültek elhelyezésre a technológiai berendezések, a szociális helységek és az irodák. Az egészségügyi fertőző hulladékok begyűjtése, szállítása és ártalmatlanítása terén magas szintű feltételrendszerrel rendelkezünk minden partnerkör kiszolgálására, beleértve a rendelőket, különböző egészségügyi szakintézményeket, klinikákat és a legnagyobb kórházakat egyaránt. Tevékenységünk során az európai standardok és a nemzeti szabályok következetes betartásával olyan technológiákat telepítünk és működtetünk, amelyek színvonala a környezetvédelem és a gazdaságosság szempontjából egyaránt kiemelkedő. Így biztonságos és versenyképes alternatívát kínálunk üzleti partnereinknek. A begyűjtés és szállítás optimális megvalósítására különböző méretű és kapacitású járművek állnak rendelkezésünkre. Járműveink rendelkeznek a szükséges engedélyekkel, az ADR előírásának megfelelő felszerelésekkel. A szállítást koordináló munkatársak és gépjárművezetők felkészültsége, valamint a jó műszaki állapotú gépjárművek együttesen garanciát jelentenek arra, hogy partnerink részére minőségi szolgáltatást nyújtsunk. A hulladékok gyűjtéséhez a megrendelőink részére igény szerint biztosítjuk a szükséges speciális gyűjtőeszközöket, az ADR előírásának megfelelő tároló edényeket. Rendelkezünk olyan mobil, kézzel mozgatható hűtött konténerekkel, amelyekkel az intézmények területén higiénikusan megoldható a keletkező hulladék átmeneti tárolása, ezzel is segítve a biztonságos munkakörülmények megteremtését megrendelőink részére. A beérkező hulladék mérlegelés után a 120 köbméteres hűtőkamrában kerül elhelyezésre, ahol 0 fokos hőmérsékleten történik az átmeneti tárolás. A partnereinktől átvett anatómiai hulladékot saját járműveinkkel veszélyes hulladék égető művekbe szállítjuk, míg a hulladék körülbelül 95%-át saját telephelyünkön ártalmatlanítjuk. Az általunk használt ártalmatlanítási technológiát Európa több országában, így például Franciaországban és Németországban is számos helyen alkalmazzák. A technológia célja, hogy a fertőző hulladékból a kezelés eredményeként hagyományos hulladék lerakón elhelyezhető, veszélytelen anyagot nyerjünk. A fertőtlenítési fázis első lépéseként a hulladék egy zárt, nyomástartó edénybe kerül, ami csak a fertőtlenítést követően kerül újra kinyitásra. A betöltést követően a hulladék homogenizálása történik. Ennek során a daráló a készülék belsejében kb. 2x2 cm-es méretre aprítja a hulladékot annak érdekében, hogy a fertőtlenítés hatékonysága maximális legyen. Az aprítást követően beáramoltatott vízgőzzel 3,8 bar nyomáson 138 Celsius fok hőmérsékleten történik az anyag fertőtlenítése. A folyamatot számítógép szabályozza, a ciklus közben emberi beavatkozás nem történik. Az automatikus vezérlés biztosítja a fertőtlenítés biztonságos végrehajtását, valamint a kezelés paramétereinek a dokumentálását, ami bizonyítja a ciklus eredményes lefolyását, illetve lehetővé teszi a hatóságok részére az utólagos ellenőrzést is. A fertőtlenítő berendezés folyamatos üzemeltetéssel 1000-1200 tonna per év egészségügyi hulladék kezelésére alkalmas. A fertőtlenítő ciklus után a kezelt hulladékot konténerekbe ürítjük, ezt követően hulladékszállító járművel megtörténik a megfelelő engedélyekkel rendelkező EU-konform kommunális hulladéklerakó telepre történő kiszállítás. A munkaterület és a használt eszközök folyamatos tisztántartására, fertőtlenítésére korszerű eszközöket és anyagokat alkalmazunk. Így telephelyünkön munkatársaink és beszállítóink részére egyaránt biztonságos környezetet biztosítunk a munkavégzéshez. A teljes folyamat során alapvető elvárás a biztonság, a dokumentálás és a hatékonyság.
Ezen célok elérése érdekében rendelkezünk a hulladék átvételekor, a beszállításkor és az ártalmatlanított hulladék kiszállításakor történő súlymeghatározáshoz szükséges mérlegekkel, szoftverekkel, illetve a helyszínen átadjuk a mérlegelésről készült bizonylatot. A teljes logisztikai folyamat irányítása integrált szoftverrel történik, a szállítási feladat kiadásától a teljesítés rögzítésén át a számla kiállításáig. Kötelező engedélyeken túlmenően a minőségi, valamint a környezetvédelmi és minőségügyi követelményeknek való megfelelést az ISO 9001, ISO 14001 és az OKSAS tanúsítványok dokumentálják. Meggyőződésünk, hogy a cégcsoport nemzetközi tapasztalatai, a hatékony és biztonságos technológiák alkalmazása, a képzett és elkötelezett munkatársak együttesen biztosítják ügyfeleink magas színvonalú kiszolgálását.